Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna Mountain Blade 2 Bannerlordjának egy ilyen oktató videója arról, hogy hogyan kell pénzt csinálni, főképp a játék elején lévő fázisban. Oké, már kezdésképpen vannak olyan kultúrák, amik erősebbek egy-egy pénzszerzési lehetőségben. Ebben most nem fogok belemenni, jó, srácok? Tehát Ez úgy érzem, hogy majd ki tudjátok választani. Inkább úgy akarok beszélni róla, hogy mi az, ami úgy általánosságba véve jól működik. Az első és legfontosabb dolog ugye egyértelműen az, hogy legyen egy kevés emberünk. Nem is azért feltétlenül, hogy majd mekkora nagy csatákat fogunk vívni, hanem főképp amiatt, hogy ne raboljanak ki minket a banditák, akiket viszont el akarunk intézni. Tehát a leges, legalapabb ilyen kezdés, amivel tudsz kezdeni, hogy banditákat gyilkolsz. És egyszerűen ezt kell csinálnod, ezt kell újra és újra csinálgatnod. Én most lehet, hogy fogtam is például, és túl növögettem, úgymond. Tehát az a lényeg jóformán, hogy annyi katonád legyen, amennyivel el tudsz intézni banditákat. Tehát mindig csak annyi katona kell, hogy legyen nálad, amennyi az adott feladatra szükséges. Tehát felesleges, hogy több embered legyen, mint amennyire ténylegesen szükséged van. Itt nekünk a játék elején pedig arra kell összpontosítanunk, hogy a banditákat gyilkoljuk. Azért is, mert akkor fejlődünk, de lassan ütünk. Jesus Christ! Jaj, de gyengék vagyunk! Ezért kell, hogy legyen nagyon sok paraszt velünk. A parasztok egy jó része meg is fog tudni halni. Na minden esetre, szóval ugye a banditákat megöltük, kaptunk pénzt is, illetve kaptunk foglyokat is. Szerintem a két időszakban érdemes foglyokat gyűjteni, a játék legelején, meg a játék legvégén. Így középtájékán egy idő után olyan nem hoz elég pénzt be, nem is akarunk felvenni rabokat, és ennyi igazából, tehát ezt a kettőt tudunk velük csinálni. Viszont a játék leges legelején meg ugye kell nekünk a pénz. Szóval hogyha nem rossz, hogyha vannak katonák, akiket el tudunk adni, és akkor ugye, hát figyeljetek, itt szimplán ezeket a lootokat mind elhozzuk. És ennyi, jóformán. Tehát, hogy a játék leges legelején felveszel annyi katonát, amennyivel tudsz banditákat elintézni, elintézed a banditákat, bemész kereskedni, eladod a cuccokat, hát mondjuk ezt nem akarjuk eladni, a kaja az maradjon, eladjuk 67, és ezt forgatjuk, ezt az egész menetet. Banditát is eladjuk, látjátok, 5 arany, az nagyon kevés, csak hát ilyenkor a nagyon játék elején ez úgy nem rossz, hogyha jön még pluszba azon kívül, amennyit így a banditákból gyűjtögetsz. Ne sajnáljátok azt, hogyha esetleg le kell építenetek a katona mennyiségetekből. Én most leadtam például pár parasztot, mert egyszerűen soknak éreztem. Egyszerűen nem találok annyi banditát itt, nincs annyi pénz, hogy fenntartsam őket. Engedjetek el katonákat, hogyha úgy érzitek, hogy túl pakoltátok magatokat. 15-15 fő ellen itt még meg is fognak halni, még jó, hogy lejjebb vittem a katona mennyiségünket. El is vertük, 108 aranyat adtak, egy foglyunk van. Rengeteg lootot tudtunk összegyűjteni most. Megyek is el is adom, és meg is mutatom, hogy akkor mennyi pénzt tudtunk összehozni. 494-et, viszont egy dolgot lehet, hogy nem, mindent eladunk. Nem tartom meg a gyümölcsöket. És ott is vagyunk, hogy majdnem annyi pénzem van, mint amennyivel kezdtem jóformán a játékot. Őket, a maradékot mind átalakítjuk, mert nagyon gyengék a parasztok. Ellenben viszont egy bizonyos fejlődési szint fölé annyira nem éri megmenni. Tehát ez legalábbis így az elején. Attól függ, mennyi katonátok van. Milyen jó kis pajzsotok van amúgy. Most nézem. Tetszik ez a színkombináció. Egyébként ez egy ilyen érme akar lenni, mint ilyen pénz, tudjátok. Itt el is adjuk a foglyot, még azt is. Hát, 5 arany, de figyeljetek, valami. Tehát ez még a játék elején nekünk ez jól jön. A másik, amit tudtok csinálni, és hoz igencsak jó pénzt akár, az ilyen aréna harcok. Egyrészt, hogyha nem vagytok magabiztosak a képességeitekben, vagy még csak most kezdtétek a játékot, akkor érdemes bejönni ide az arénába, de nem így a menüből, hanem érdemes úgy csinálni, hogy beszélgettek az aréna vezetőjével. És akkor az aréna vezetője azt mondja, hogy vannak ilyen gyakorló harcok, amiken részt vehettek. Egyrészt fejlődik a képességetek, másrészt, hogyha elegendő embert megöltetek, akkor
akkor kaptok pénzt is. Hops, oldalba lőttek. De miért engem? Ott áll előtte, azt engem lő meg. Nem is ő. Én most nem kaptam pénzt ezért. De vannak rendes aréna harcok, amikor részt tudtok venni rendesen, és fogadni tudtok magatokra. Egyrészt a fogadásból pénzt nyertek vissza, másrészt pedig, ha megnyeritek fel, persze, másrészt kaphattok nagyon jó győzelmi cuccokat. Az arénákban érdemes részt venni a játék elején, mert jó formán, anélkül, hogy bármit elveszítenél, gyakorolhatod a harcot, és fejlődik a karaktered, és van esélyed pénzt szerezni, anélkül, hogy bármit kockáztatnál konkrétan, ameddig nem fogadsz. Ha fogadsz, akkor azt elveszítheted persze. Valamiért a világért nem találtam abban az új játék, vagy új kezdésben egyetlen ilyen aréna harcot se, de akkor így megmutatom itt a másik mentésemből. Szóval becsatlakozunk ugye az aréna harcba, és akkor ugye nem bírok magamra fogadni. Mi a fene? Ja, mert ebben nem veszünk részt. Ja, oké, most így. És akkor ugye fogadunk magunkra. Minél kevésbé vagytok híresek, ugye a játék elején jóformán, annál több pénzt fogtok visszakapni, hogyha nyertek. Én most nagyon kevés pénzt kapok amiatt, mert hát jóformán ugye már annyi arénát nyertem, hogy egyszerűen mindenki arra számít, hogy á, úgyis megnyeri ez a csávó. Ami nem biztos, mert már rég harcoltam ezzel a karakterrel. Na, csak sikerült ledobálnom. Ott a lovat kapta. Berohantál elé. Ott itt gyorsan üt ez a karakter. De legjátszottam ennyire fejlett emberrel. Szeretek milyen gyorsan csapkod ezzel a karddal. És akkor így mentek tovább, és akkor ennyi, és hoztok össze pénzt szépen lassan. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az arénában nem csak te fejlődsz, hanem hogyha vannak ilyen embereid, akkor ők is fejlődnek azzal, hogyha ugyanúgy ugye eltalálják az ellenfeleket. Megnyertük, ugye visszakapjuk a fogadásért a pénzt, mit tudom én, hát nem csináltok dupla annyi pénzt belőle, de azért eléggé sokkal többet kaptok vissza, mint amennyit beraktatok. Kaptok egy teljes új páncélt, illetve kaptok pontot is, amivel növelitek a klánotokat. És jóformán semmi kockázattal, tehát még hogyha el is veszítitek, maximum fogadáspénzeteket veszítitek el, viszont bejöttök ide ugye, és akkor el tudjátok adni, ezt most például egy 8300-as páncél, ami értitek, elég értékes. Tehát, hogyha arénákat tudtok nyerni, az egyik legjobb módja annak, hogy pénzt keressetek. Rögtön először banditák ölése, rabok eladása még nagyon az elején, aztán idő után elengedhetitek, meg aréna fogadások. Ez a legegyszerűbb módszer arra, hogy pénzt tudják keresni az elején. Illetve ne vegyetek föl túl sok katonát, nem kell annyi ember számotokra az elején. Nem fogtok úgysem nagy seregeket elverni. Arra figyeljetek, az Asaránynál, a Kuzaitnál és a... Hú, titeket hogy hívtak? Sturgia. Sturgianál. Tehát ennél a három népnél vannak olyan banditák, akik ilyen dezertált katonák, lovasíjászok, amik így vadászgatnak, meg ilyen viking fosztogatók jóformán. Ezek nagyon erősen páncélozottak, gyorsak, nem éri meg őket annyira talán az elején harcolni, próbálgassátok, hogy milyen. Egyértelműen több pénzt is kerestek velük, hogyha őket kapjátok el, meg intézitek el, viszont a legeslegelén a sima, egyszerűbb banditákat éri meg inkább. Amit még megéri fejleszteni, az a kereskedői képességetek. Ezt úgy tudjátok csinálni, hogy bementek városokban, megnézitek, hogy oké, itt mennyiért mit lehet eladni, vagy mit lehet mennyiért megvenni, és átmentek másik városba, megnézitek, hogy ott hogy van, és elkezdtek ide-oda ellodogatni. Valahol megveszitek olcsón, valahol megaladjátok drágán. Ahogy haladtok a szint fejlődésével, onnantól kezdve nektek írni fogja ezt, hogy oké, ez itt ennyibe kerül, ez mennyinek számít, ilyen zöld-piros jelzéssel, zöld-piros számmal fogja mutatni, hogy mennyire drága, vagy mennyire olcsó.
Illetve azt, hogy egy másik településen mennyiért tudnátok megvenni, vagy eladni esetleg. És akkor így egyre jobban tudjátok fejleszteni a kereskedést. Ez azért jó, mert itt például rögtön a legelső képesség, hogyha nem akartok kereskedőnek menni, az tök okés, viszont a legelső képesség itt már azt adja, hogy 15%-kal jobb áron tudjátok eladni a felszerelést, amit a banditáktól raboltok, meg az ellenséges seregektől elvesztek. Én szerintem az 50-es szintig érdemes elmenni, mert az 50-es szinten azt is megadja, hogy 30%-kal több cuccot tudtok cipelni, azaz 30%-kal több lootot tudtok elhozni az ellenséges seregektől. Arról nem is beszélve, hogy maga ez a kereskedelmi pont, ez ahogy fejlődik a szintje, úgy alapvetőleg mindent jobb áron tudtok megvenni, meg eladni. Mondanom se kell, hogy egyébként alig én 100-as szintig vittem el az Eagle Rising módban. Nagyjából olyan 17-20%-kal jobban kereskedek, piszkosul sok pénzt keresek vele. Tehát, hogy így nagyjából ilyen elképesztő módon sok pénzt keresek vele. Soha nincs semmi problémám a pénzzel. Tény, hogy nincs 100-valahány fős katonaságom, 40 fős katonaságom van, de 40-50-60 ezreket összehozok egy-egy óra alatt nagyjából, úgyhogy csak kereskedek. Én a helyetekben azt csinálnám, hogy amint a játék elején sikerül összehoznom egy alappénzmennyiséget, akkor vásárolnék egy karavánt. Arra az időszakra, legalábbis akkor vegyetek karavánt, hogyha még nem szeretnétek részt venni az ilyen királyságok háborújában. Mert a karavánok azok nagyon gyorsan megszűnnek, ahogy egy háború alakul ki. A karavánt azt úgy tudjátok létrehozni, hogy itt vannak ezek az emberkék, és valakihez oda mentek, és azt mondjátok neki, beszélünk, és I wish to form a caravan in this town. Szeretnék egy karavánt készíteni. A legelsővel rögtön megveszítik, a másikkal több pénzt fizettek, és egy erősebb csapatos karavánt kaptok. Kiválasztjuk, hogy kit szeretnénk odaadni, de én most viszont ezt nem szeretném létrehozni. Nekem most itt már nem kell karaván. És ez egészen addig tök jól működik, ameddig ugye nem kerültök háborúba királyságokkal, mert a királyságok nagyon könnyen elkapják. A banditák elég ritka, hogy elintézik a karavánotokat. És a karaván az elég sok pénzt tud összehozni, így a játék főképp elején lévő részekbe. Főleg, ha van egy olyan emberetek, aki elég jó képességekkel vezeti. Én amondó vagyok, hogy a karaván és a banditák gyűjtögetése után gondolkozzatok el azon, hogy ti hol szeretnétek esetleg így lenni. Szeretnétek egy saját királyságot, szeretnétek valahova csatlakozni, tök mindegy. Annyi a lényeg, ha valahova csatlakoztok, akkor azon a területen belül egy biztos, ha valahova szeretnétek majd csatlakozni a jövőben. Nem most csatlakoztok, hanem majd, ha a jövőben szeretnétek valahova csatlakozni. Tegyük fel, hogy ugye itt van Vlandia például, aki most mindenki zöld, ez ne zavarjon titeket, nem akarok átlépni, mert itt még mutatni akarok dolgokat. Ugye itt vörösen itt lenne Vlandia, itt a baloldali részén a térképnek. Ti Vlandiához akartok majd a jövőben később tartozni, ha megszedtétek magatokat pénzzel, illetve elég erősek lettetek. Oké? Okay? Vegyetek műhelyeket azokba a városokba Vlandián belül, ahol biztonságban vannak. Tehát nem a határmenti városokba, hanem ide egészen itt hátul. Pravendet, Galendet, Jakulant igazából, Ocsholt, Rovalt, Osztikan, egyiket se láttam, hogy valaha bárki is elfoglalta volna. Battaniához ne nagyon vegyetek műhelyeket, ha csak nem nagyon hamar ott lesztek, mert Battaniát meg szokták enni nagyon-nagyon hamar. Minden más, hát a birodalmon belül is nehéz választani. Értitek, valami biztonságos helyre vegyetek műhelyt, mert el tudjátok veszíteni, hogyha elfoglalják azt a várost. És a műhelyek, az érdemes megjegyezni, hogy azok egyrészt működnek magukba, az biztos. Tehát itt ezek mind jóformán teljesen magukba működnek. Magukba működnek. Viszont akkor működnek a legjobban, hogyha ti visztek nekik nyersanyagokat. Itt van például egy kovács. A kovács ugye különböző fegyvereket készít. Különböző szintű fegyvereket. És vasat követel. Ha én viszek neki vasat, akkor ő tud nekem fegyvereket készíteni, és azokat én fogom, és el tudom adni, vagy hagyhatom neki, hogy adogassa el ő szépen magától. Itt, ha nem adtok neki semmit, látjátok, így is ő is teljesen jól megvan, tehát van egy kis pénztermelése. Egyébként egy ilyen kovács műhelyen már tök jók vagytok az elején, de valószínűleg 440, az látjátok, nekem is ott olyan
olyan kimagasló. Mondjuk, ha jó helyre választotok jó műhelyt, akkor az tud azért keresni, de értitek, két műhelyetek lehet a játék legelején, mind a két műhely mondjuk azt 200-at hoz, mert ahogy nézem, az úgy átlagban az megvan, az 400 arany, tök jó. 400 arany bevételetek van fixen. És az meg is marad. Még hogyha elkezdtek háborúzni, akkor a karaván ugye megsemmisülhet, viszont a műhelyek az nagyon kevés eséllyel veszítitek el. Szóval a műhely az biztosabb, mint a karaván, viszont a karaván az jóval többet hoz be a játék elején. Tehát 700-1000 bevételeket simán összehoz a karaván, és értitek, 700-1000-ből elég jó csapatot össze tudtok már azért rakni. Oké, de felmerül a kérdés, mi van Attila akkor, hogyha nem akar sehova csatlakozni, hanem szeretné foglalni területet. Akkor ahol területet foglalsz, ne annak a közelében vegyél műhelyet. Mondjuk, tegyük fel, Vlandiába szeretnél foglalni, akkor itt vegyél műhelyet, itt egészen a mapnak a túloldalán. Mert mire a kuzait meg akar majd támadni téged, addigra nem lesz szükséged arra a műhelyre. Tehát itt Ortongardban teljesen biztonságban lesz a műhelyed, ameddig te itt Vlandiába foglalgatsz, illetve harcolsz az északiakkal, a battaniaiakkal, Asszarájjal, meg a birodalommal. Tehát a kuzait nem fog megtámadni téged, ergo nem fogják elvenni a műhelyedet is, fixen az megmarad. Persze ilyeneket is csinálhatsz, hogy fosztogathatsz falukat, én nem nagyon szeretem ezt csinálni, nem tudom, nem éreztem, hogy annyira hatékony lenne. Ellenben viszont technikailag ugye a rógöri az, ami összehozza ezt neked, ez az, ami a lootot igazából, a harc utáni lootot, meg a fosztogatást összehozza, hogy azt növeld. Szóval, hogyha eléggé rámentek erre a képességre, akkor lehetséges, hogy a falu fosztogatásából is igencsak sok pénzt tudtok összehozni, viszont mire oda juttok, hogy egy falut kifosszatok, ha csak nem nagyon ügyesen csináljátok. Ha nagyon ügyesen csináljátok, a játék elején is tudtok ilyeneket csinálni, csak az az egyetlen egy baj vele, hogyha megtámadtok egy falut, akkor megtámadtátok a királyságot, és akkor a karaván elesik, és szerintem a karaván az jobb passzív bevételt hoz, mint sem, hogy a falut fosztogassátok. Minden esetre ez is egy lehetőség. Összegezve, hogy mit tudtok csinálni a játékban, a játék elején, hogy pénzt szerezzetek. Elkezditek a játékot, felvesztek egy kis mennyiségű csapatot. 10-20 embert. Valahogy így a 10-20 közötti állapotot. Banditákra vadásztok, ugye kiraboljátok őket, eladjátok őket, és emellett arénákat kerestek, amiben tudtok harcolni. Attól függően, hogy mennyire nyeritek meg az aréna harcot, attól függően fogadjatok magatokra. Az elején, hogyha nem vagytok magabiztosak abban, hogy a karakteretek meg tudja nyerni úgymond így az irányításotokkal a harcot, akkor nem baj, hogyha nem fogadtok. Ha megnyeritek magát az aréna harcot, akkor is kaphattok egy jó pár ezer dénárt érő, jó pár ezer aranyat érő tárgyat, amit akár használhattok is, de el is adhatjátok, hogy egy nagyobb löketet kapjatok az elején. A kereskedést érdemes fejleszteni, de tudom, hogy ez egy ilyen kicsit pepecselősebb, viszont nagyon megéri megcsinálni. Szóval én azt mondanám, hogy legalább az 50-es szintig vigyétek ki. Karaván, amint van elég pénzetek, amint van 20, mennyi? Nem, 15 ezer kellett, amint van 15 ezretek, vegyétek meg az első karavánotokat, amint van 20-25 ezretek, vegyétek meg az első műhelyeteket, én amondó vagyok, hogy vegyetek két műhelyt is, és aztán figyeljetek, ugyanezeket csináljátok. Banditák kölése, aréna harc, a karaván onnantól kezdve ott lesz, ő hozza a passzív bevételt, a műhelyek ott lesznek, hozzák a passzív bevételt, utána, ahogy összehoztatok egy kisebb pénzt, akár akkor mehettek zsoldosnak, és mehettek akár vazallusnak valahova. Amint ugye vazallusnak álltok, kaptok egy területet, szóval lesz egy kis plusz bevételetek, csak az mindig határmenti terület, szóval lehet, hogy elfoglalgatják. Illetve igazából mindent, amit felsoroltunk így az elején lévő megoldásoknak, ahhoz mindig visszatérhettek. Tehát sosincs az, hogy nem tudtok banditákat ölni, sosincs az, hogy nem vehettek részt arénába, és sosincs az, hogy a kereskedés műhelyeket ne tudjátok használni. Egyedül a karaván az, ami kicsit kockázatos, mert hogyha egy jelenséges királyság van, akkor úgy elintézik, amúgy meg minden más tudtok csinálni. Remélem tudtam segíteni, és remélem csatlakoztok hozzám a sorozatba. Hogyha látni szeretnétek ezt jobban, mert itt próbáltam imitálgatni, de szerintem a videósorozatban jobban megmutatom, akkor nézzétek meg a Bannerlord sima sorozatomat, meg az Eagle Risingot az elején, hogy játszok velük. A Bannerlord sima sorozat az kereskedés nélkül inkább,
Az Eager Rising az pedig a kereskedésre jobban rámegy, hogy összehozzam a pénzt a kereskedésből. Olyan durván sok pénz jön a kereskedésből, hogy az valami elképesztő. Ezt nagyon ajánlom, hogy próbáljátok ki. Sziasztok!